Elnézést, de 6 évet mondtak? Igen, de ha együttműködik, akkor azt a bíróság enyhítő körülményként veszi figyelembe. Ó, persze. Tudunk beszélni az ügyésszel is. Le tudjuk szorítani 2 évre. Igen, és abból mondjuk egyet elengednek. Jó magaviseletért. Ó, szóval, és akkor 1 év fogház. Mi? Itt írja alá. Ez mi? Ez a vallomása. És ha ezt aláírom, azt jelenti, hogy börtönbe kerülök? Nézze, tudod, hát 1 év az még nem a világ. Ha. És ha nem írom alá? Akkor 6 év. Nem lehetne ezt az egészet előről kezdeni? Annyira hirtelen jött az egész. Nem. És a többiek is börtönbe menne? Nem. És nem lehetne ezt az egész büntetést elosztani egymás közt? Persze méltányosan. Akkor mennyi jutna rám nagy? Tudtúr. Igen. Írja alá. Írja alá. Mit csinál? Mit csinál? Nem. Mit csinál? Mit csinál? Hé, csak a nevét! Áó! Mit csinál maga? Csak a nevét! Álljon meg! Állj meg! Tóth János vagyok. Törvénytisztelő állampolgár. Minden azzal kezdődött, hogy kirúgtak a munkahelyemről. Aztán összeesküdött ellenem az egész világ. Tóth János vagyok. Az élet sosem bánt, mert nem kesztyűs kézzel.